barátom János Béla már. Márk Béla János, miért nem tudjátok megjegyezni? Miért vagy ilyen szomorú? Az hosszú történet. Mondd el! Hát az úgy volt, hogy... Kaptam egy hívást a Pagonyban történt rejtélyes eltűnésekről. Tárgyak tűntek el minden magyarázat nélkül. Egyik alkalommal meglestem a tettest, aki egy boszorka volt. Hé, állj meg! Miközben rohantam a boszorka után, egy velociraptor üldözőbe vett engem. Végül segítségemre jött a mágiaügyi miniszter. Bocsánatot kérek, hogy merészelsz a mágiaügyi miniszter jelenlétébe egy dínót lefogyasztani? Szabad vagy. Te meg nem erészelj varázsolni. Nem működik. Na, róla meg is feledkezted? Igen, megfeledkeztem rólad. Fordulj meg, billi csak ezedre. Aztán későn érkezte meg a randira, és a barátnőm kegyetlenül szakított velem. Bocsi, késtem. János, Béla, Márk. Ezen a héten ez a harmadik késésed. Bocsánat, a hívásaimat sem veszed fel. Szakítsunk! Hát így történt, hogy most itt vagyok ilyen szarkedvűen. Alszol? Mi van? Ja, jó sztori, elmondanám megint egy tűnést.